Elkészült az a független igazságügyi műszaki szakértői vélemény, amely a húsvétkor elgázolt Bognár Emese balesetének körülményeit vizsgálja. A hivatalos dokumentumot a lány szülei is megkapták. Mielőtt a szakértői vizsgálatról beszélnék, először el szeretnék mondani egy fontos dolgot, amit úgy érzem, hogy mindenkinek tudni kell. Először is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, ők vannak túlnyomó többségben, akik értik, hogy itt mi történt, és támogatnak minket, segítenek minket, ez nagyon sokat jelent nekünk. Annak a néhány embernek, aki meg nem érti, hogy ez a baleset miért más, mint a többi, azt szeretném elmondani, hogy az egyik oka az, hogy ez megelőzhető lett volna. A környékben lakó emberek nagyon sokféle módon próbálták jelezni, hogy hétvégenként nem tudnak pihenni, aludni, a versenyző, randalírozó, botrányt okozó, gyorsulási versenyeket rendező fiatalok miatt nem történt sajnos semmi. A másik dolog pedig úgy gondolom, hogy az, hogy ez egy szándékos magatartás volt. Ez nem egy véletlen baleset volt. A gázoló saját szándékából, azért, mert ő ezt élvezi, azért, mert neki ez örömet jelent, a városban, a főutcán száguldozik a barátaival együtt. És úgy gondolom, hogy ez nem véletlen, senki se kényszerített arra, hogy gyorsan menjen. Ezek a fiúk, akik nincsenek sokan, 7-8 fiatalemberről beszélünk, akár 180-200-as kilométer per órás sebességgel száguldoznak a városba, ezt felveszik és feltöltik, és ők erre büszkék, és ez nekik örömet okoz. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma, és ezzel foglalkozni kell, és azért vállaltam ezt a beszélgetést, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Tehát a szakértői véleményre visszatérve, igen, megkaptuk. Hát az autó állapota kifogástalan volt műszaki szempontból, viszont nagyon sok olyan dolog van, ami szabálytalan. Tehát a tuningról írtak a lapok, 306 lóerő helyett 400 lóerős, a fóliákat megemlíthetem, a trafipax blokkolót, ami ugye a rendőrök munkáját gátolja. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy 150 km per órás sebességgel közlekedett közvetlen a fékezés előtt, a Múzeum utcánál lévő zebránál a gázoló 140 km per órás sebességgel ment, és a becsapódás több mint 100 km per óra volt, 103-108 szerepel a független igazságügyi szakértői véleményben. Úgy gondolom, hogy ahogy leírta a szakértő is, mi is azt mondjuk, és minden józan gondolkodású ember belátja, hogy a több mint 80 méterre lévő autónak a sebességét képtelenség lett volna felbecsülni. Nem számíthattak arra emeséjék, hogy háromszoros sebességgel, a megengedett 50-nek a háromszorosával szágult ezzel a luxusautóval a gázoló. És azt szeretném még elmondani, hogy hogy várjuk el, hogy a gyalogos felmérje az autónak a sebességét, hogyha maga a sofőr se tudja megbecsülni. Levente azt mondta, hogy körülbelül 50 km per órával közlekedett, holott most már tudjuk, hogy ez 150 volt. Az autóba összesen 3 fiatalember utazott, mindhárom aktív vezető jogosítvánnyal rendelkezik, és egyikőjük se tudta még csak közelítőleg se megtippelni, hogy mekkora volt a sebesség, akkor úgy gondolom, hogy a gyalogosok erre képtelenek. Az igazságügyi szakértő egyértelműen kijelenti, hogy a gyalogosok részéről hiba nem róható fel, hiszen ez olyan sebesség túllépés volt, amire nem számíthat az ember. Tehát a főutcán azt még nem is említettem, hogy ugye ez húsvét előtti nap volt, és aznap itt a szomszéd utcában koncert volt, tehát rengetegen voltak az utcán, gyalogosok, autósok, tehát volt alapza is, nagyon sok nézelődő volt, autók zenét hallgattak, tehát rengetegen voltak, és ennek ellenére ők megmerték azt tenni, hogy ilyen sebességgel száguldoznak. Ami felháborító és elszomorító is egyben, hogy kijelentette Levente, hogy nem érzi magát felelősnek. Úgy gondolom, hogy pedagógusként mi elvárjuk a gyerekektől, hogy felelősséget vállaljanak tetteikért, és elszomorít az, hogy itt felelős felnőttekről beszélünk, akik úgy gondolják, hogy ők nem tehetnek erről. Senki se kényszerítette, hogy ilyen sebességgel száguldozzon. A szülők felelőssége egyértelmű, az önkormányzat rendőrség tehetett volna ellene, és sajnos, ha megnézzük, hogy a 3 hónap alatt mi történt, akkor látjuk azt is. Emese szülei kijelentették, türelemmel viselik az őket ért tragédiát, és bíznak az igazságszolgáltatásban. Ami felháborító és elszomorító is egyben, hogy kijelentette, hogy nem érzi magát felelősnek.